Augusztus 6-án fejeződik be a 32. Mladifest, a Medjugorjei Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál. A hatnapos találkozó idei mottójául Máté evangéliumából választottak egy részletet, mely így hangzik. Mi jót kell tennem? A rendezvény résztvevőinek Ferenc pápa üzenetet küldött. A Szentatya úgy fogalmazott, hogy a fiatalok fesztiválja intenzív imahét és találkozás Jézus Krisztussal. Ez az az esemény, amely sokak tapasztalata szerint erőt ad, hogy elinduljunk az Úr felé. Ferenc pápa a fesztivál résztvevőit a bibliai gazdag ifjúhoz hasonlította, aki elindult, hogy az Úrral találkozhasson. Tele lendülettel és vágyakozással indult az útnak, hogy megtalálja a mestert és megkapja az örök élet, vagyis a boldogság örökségét. Az idei fesztivál vezérszava éppen az a kérdés, amelyet ez az ifjú intézett Jézushoz, vagyis hogy mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre. A Szentatya azt üzente a 32. Mladifesten résztvevő fiataloknak, hogy legyen bátorságuk az ifjúságukat az Úrra bízni. Ferenc pápa továbbá így fogalmazott. Hagynunk kell, hogy Krisztus megszabadítson bennünket a bálványok csábításától, a hamis gazdagságtól, melyek életet ígérnek, de halált okoznak. Ne féljetek befogadni Krisztus szavát és elfogadni hívását. Szegezzétek tekinteteteket Máriára, Krisztus követésének nagy példaképére, és bízzátok magatokat ő rá. Ferenc pápa végezetül a fesztivál összes résztvevőjét Szűz Mária közbenjárására bízta, továbbá a Szentlélek világosságáért és erejéért fohászkodott.